A kiállításon látható 72 fotót mintegy 1000 képből választották ki Rupert Tamás és Domján Attila felvételei közül, akik a Pannon Egyetem fényképészkörének tagjaiként 2009 óta örökítik meg az eseményeket. A tárlatot a Pannon Egyetem kórusa nyitotta meg egy dalcsokorral, majd dr. Friedler Ferenc rektor beszélt a kultúra szerepéről és fontosságáról az egyetem életében. Az egyetem akkor tudja ezt a feladatát jól ellátni, tehát az, hogy a hallgatói sikeresek legyenek a szakmai pályukon, hogy az oktatás, a kutatás és projekttevékenység mellett szigorú vagy tartalmas kulturális élet legyen. Azt is mondhatjuk, hogy az egyetem négy lábon állva tud minőségi munkát végezni, hogyha ez a négy komponens megfelelő módon szerepel. A Pannon Egyetem vezetése nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az intézmény hallgatói a diploma megszerzéséhez vezető úton a lehető leggyakrabban lehessenek részesei kulturális élményeknek, és a kultúra iránti igény személyiségük részévé váljon. Fogalmazott a megnyitón dr. Bognárné Sabjani Csangéla. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egyre több olyan rendezvényünk van, ahol saját hallgatóink, illetve oktatóink is aktívan részt vesznek a rendezvényekbe, amit itt említettem is, akár az egyetemi szimfonikus zenekar, az egyetemi kórus, Ki mit tud, a Jó Hangulat Klub rendezvényei, a fotóverseny, a novellaíró verseny, versmondó rendezvényeken nagyon nagy előszeretettel részt vesznek mind oktatók, egyéb dolgozók és hallgatók is. A sokszínű kulturális programok kialakításában döntő szerepet játszott Felföldi Gábor is, aki 2005-ben érkezett az egyetemre, mint közművelődési titkár. Úgy véli, ezzel a tárlattal meg tudják mutatni az egyetemi fiatalságnak, hogyha valaki igazán akar tenni a művelődésért, akkor megtalálhatja a neki kedves, hozzápasszoló kulturális tevékenységet. Azt gondolom, hogy egy egyetemen, amely a tudomány fellegvára, az értelmiség képzéshez az is óhatatlanul hozzátartozik, hogy a fiatalokat a különböző kulturális események, a különböző művelődési események égisze alá tudjuk terelgetni. És ez az elmúlt 10 évben azt hiszem, hogy a magunk elvárásainak megfelelően azért tudott működni, hiszen olyan állandó programelemeket építettünk bele az egyetemi életbe, amelyek talpon tudtak maradni. A kiállításon bemutatott fotókkal felidézték a mostanra hagyománnyá vált rendezvényeket, mint a gitáros és világzenei esték, a folklór hét, a minden tavasszal megrendezendő Ki mit tud, és helyet kaptak az öntevékeny csoportok eseményei is. Az egyetemen folyó művészeti életet bemutató bővebb dokumentumanyag elérhető a kultúra.uni-pannon.hu honlap fotótárában.